A támogatott lakhatásokba költözők új otthonait úgy alakították ki, hogy szinte minden szobához fürdőszoba tartozik. A lakóknak, hát ez egy nagyon jó érzés, és ezáltal ez is emelte az ő higiéniás igényszintjüket. Mindenképpen differenciálni kell, hogy a lakók nem egyforma képességgel bírnak. Nyilván egy jobb képességű lakó esetében sokszor elég a figyelmeztetés, a szóbeli megerősítés, motiválás, leellenőrzése, hogy a tevékenység lezajlott-e. Mindenképpen meg kell említeni azokat a lakókat, akiknek a képessége nem engedi meg, hogy ezt önállóan elvégezze. Itt az ott segítő kollégák segítenek be a képességhez szükséges mértékben a feladatok elvégzéséhez. Vannak olyan lakóink, akinek a képessége, készsége maximális, és élvezi, hogy külön fürdőszobája van, moshatja a ruháit, akkor zuhanyozik, amikor szeretne, a haját úgy fésül, ameddig szeretné. A támogatott lakhatásban lakók egyre önállóbbak a tisztálkodás terén is. Ebben az esetfelelősök, kísérő támogatók is segítségükre vannak. A gondozónő valamilyen szinten felügyeli, akinél szükséges, illetve tehát ezt fejlesszük, hogy hogyan kell rendesen tisztálkodni. Jelentős fejlődés tapasztalható. Mindenképpen igényesebbek lettek. Fontosnak érzik a jó megjelenést, a rendezett hajviseletet, ápoltságot, ruházatot. Azért ők már most utaznak is, sokan tömegközlekedéssel, többet járnak a településen, és érzik a szükségességét a jobb megjelenésnek. A lakók szeretik és szívesen látják el a ház körüli teendőket is. Saját magunknak mossuk a ruhákat, magunk zseppénzünkből szoktuk megvenni a tűzfűrőt, balzsamot, tisztaságét. Fogkrémet, fogkefét, testápolót, sprét, a higiénia szerint. Ahogy kell, hogy rendesen, rendezetten menjünk a munkahelyre. Így van, Zümike? Így, igen. Igen, megbeszéljük a dolgokat és megcsináljuk. Felporszívózunk, ablakot törlünk. Ablakot megpucoljuk, akkor én szoktam. Szekrénybe rendbe tesszük a ruhákat. Felporszívózok, vagy lekörülgetek. Fontos nekünk a tisztaság, a higiénia. Széchenyi 2020 készült az FSK Nonprofit Kft. Megbízásából.